Na, sziasztok! Úgy döntöttem, hogy megpróbáljuk ezt a küldetést újra megcsinálni. Csak azért, mert az előző részben olyan... Menj már innen! Szomat. Szóval az előző részben olyan hiányosnak éreztem azt, hogy csak elmagyaráztam, hogy mit csináltam. De már addigra olyan szinten ki volt a tököm is az egésszel, már bocsánat. Bocsi! Nos! Kell egy gránát annak, reméljük elmegy addig. Egy, megvan. Oké. Okay. Kell egy gránát annak. És nem foglalkozunk senkivel, semmivel, csak húzunk. Oh. Na. Valahogy így sikerült az előző. Tudom, ehhez képest elég sokat szenvedtem vele a múltkor. Szóljál be. Na, tehát ennyi lett volna amúgy. Hát előtte... Úristen, mennyi rendőr van itt. Még jó, hogy nem keresnek. Nyá, hát most ez a probléma, hogy... Akkor, amikor már megvan maga a folyamat, hogy mit kell csinálni, akkor már könnyen megy. Akkor már látod, meg tudom csinálni. Csak az, hogy így is rohadt nehéz volt, mert... Azért Tomival veretik az embert, és közben meg kell próbálni a autókat felrobbantani. Ha most mindenkibe beleállok, biztos, hogyha jól taktikázok, de hát látjátok, hogy milyen FPS játékos vagyok, tehát hogy... Ehhez képest mikkel játszok? Ilyenekkel. Amiben lövöldözni kell. Na nem mindegy, nem számít. Én teljesen tisztában vagyok a képességeimmel, csak menet közben ezt szeretem, ezt a játékot. Back to the station. Whoops! Már egy jó ideje el kellett volna jönnöm fegyvert újra tölteni. Hát, hogy csak... Ja, nem, azért. Azért. Arra én úgy emlékszem, hogy egy kicsit azért több lőszerünk hiányzik. Mondjuk ahhoz képest annyira nem? Inkább a gránát, azt haigáljuk állandóan. Jó, hát de most ilyenek küldetéseket kapok. It's Jimmy. Come on in. Jöttem muslevesset már megint. Hát az. I got all the guns you'll ever need. Like my mom always nincs. Said, you never have too much ammo. Ne hazudj! 19-11-esed nincs. Mondja, minden fegyvere van. Here you go. Don't hurt yourself. Minden fegyvere. Nem. 19-11-es pont nincs. Na menjünk. Remélem, milyen, de a játék nem a rohadt térképes anyádat azt. Remove waypoint. Ja jó, csak akkor nem jelzett ki. Oké. Okay. Kuka. Apci. Vidor. Mosolyogj!
Ez? Hülye. Oda megyünk, Rozika. Oda faszkodjál már. Kellene javítani a kocsit. Le akartam faragni a kanyarba. Gyere, gyere! Rendőr is neki ment. Ez nem úgy jött be, ahogy én akartam. Szerzünk egy újat ott. Nem látszom? Játék! Így kell befeküdni egy autó alá. Mit pofáza? Én lövök gyorsabban. Ó, jaj.
Igen. Nekünk állandóan kell ebben a valamiben valakit védeni. De nem már! Magunkat alig tudjuk. Mint egy én. Ez meg sose szoktatok arrébb mozdulni. Szarogj már annyit! Akkor rohagy meg. Oké, de... szod. Nem tudom, mit vettem fel, de... Okay. Ó, oh, és meg megvan az autóm. Hát ez fasza. Hát nincsen rajta szélvédő, mert robbantottunk egy jó nagyot mellette, de... Megjöttem. Nem csináltam semmi rosszat. Nyugi, nyugi mamóka. Nem bántak én senkit. Ha nem kell. Vagy épp ha nem megy el az eszünk éppen pillanatnyilag, akkor... No, oda kell egyet elmenni. Meg itt is valamit, valakit valahogy, valahogy merre valamit. Na, menjünk arra. Lobotómiát kell végrehajtani valószínű, ami azt jelenti, hogy valakit meg kell ölni. Ne csúsz túl! Ne gyere nekem! Amúgy ez rosszabb, mint a régi volt. A régiben legalább egyenesen ment tovább, neked ment.
De itt meg megpróbál kikerülni, ami mindig a legrosszabb megoldás, mert én próbálom kikerülni őt. És hát persze, hogy egy irányba megyünk. Hello, elsőbségadás! Van akkor? Látom, hogy belém köte vagy valami. The consigliere. Oké. Okay. Azt hittem attól, hogy kitöröm az üveget, már az enyém lesz. Meg félig beszálltam. Na mindegy, viszünk másikat. Megyek, megyek, megyek! Visszak rendőri kísérletet is. Vigyi, vigyi! Hi, anyám, ettől rosszabb autót még nem vezettem. Vigyázz! Ögyögy! Kösz! Ott jó helyen vagy. Várjál, mert ez nem fordul sehová. Jaj, édes Istenem. Őt kell megnyifantani. Jó. Megoldjuk. Nem nehéz. Jössz utána. Ez nem jó. Ez nem jó. Megettem, anyu! Szé. Ha csinálunk valamit, akkor kapunk egy D-t. Ha nem csinálunk semmit, akkor kapunk egy C-t. Szé, az magasabb, mint a D. Miért csináljuk bármit is? Vigyázz, jövök! Nice. Ez a fal nem kellett volna oda.
shit. Like a fucking amateur. Tudom, már ezzel szerelem mondtam, hogy mindig ezt szeretem a legjobban, ezt a ajtót. Jaj, óvatosan! Már az úgy jöttél, mint akinek... Oh. Megázik a kopasz, aztán az lesz a baj, hogy megfázik. Azért loptunk új autót. Megint egyre több törött autó van a városban. Ennek is lóg a lökhárítója. Most csak szimplán nő vezeti. Jó, nem mondtam semmit. Ilyeneket nem mondunk. Ennek is lóg a lökhárítója. Nem mondom ki. Láttátok? Ez ilyen. Valóságban amúgy ezerszer biztonságosabban vezetek, mint a játékon belül, ez... Pont a... Múltkor beszélgettünk róla? Ismerő? Nincs benne buktató. Az miért nincs? Mármint, hogy örülök neki. Csak na. Ez érdekes. Azzal zugorját a kerítésen. Ó, ez sem megy sehová, öcsém. Úristen. Mondjuk ennek, de úgy néz ki, hogyha azért egy kicsit oda taposol, neki megy. Szóval, hogy a valóságban sokkal biztonságosabban vezetek. Egyrészt utálom a városban a vezetést, mert én kihagyok magam előtt egy jó másfél autónyi helyet. Azért, hogyha véletlenül egy picit elkalandozik a tekintetem, bármi, van idő megállni. Mit szoktak a városban a bunkó parasztok csinálni, bezd meg? Bejön elém. Én magamnak kihagyom a helyet, szándékosan nem tolom rá az előttem lévőre. Ha bármi történik, mindenféleképpen legyen időm megállni. És minden esetben megállok, soha nem csináltam még balesetet. De, amikor bejön elém, bejössz elém, te paraszt, akkor nekem mit kell csinálni? Ugyanúgy tőled is le kell maradnom egy autónyira. Mit csinál a következő paraszt? Ugyanúgy bejön elém a sorba. Lakottam kívül meg két autó. Alsó hangon kettő.
anyádat azt! Azért, mert... Jó, gyere, gyere! Letoljlak. Azért, mert tehát akkor, amikor az ADHD-d elkezd dolgozni, azért nem úgy vezetsz, hogy... Ezt így nehéz elmondani, de szoktunk úgy járni, ezt már több embertől is hallottam, hogy azt mondja, hogy nem tudja, hogy jutott el A-ból B-be, mert bezónázott menet közben. Megy automatikusan a vezetés, minden működik, csak annyi, hogy ahogy jutottam el eddig. De tényleg, tehát, hogy egyetlen egyszer tartom össze az autónak az elejét, nem a mostaniét, hanem az előzőjét, mert rossz minőségű gumit vettem rá, persze, és esős úton kicsapta a seggét, körforgalomban, és akármit csináltam, nem bírtam megfogni, és egy villanyoszlopot, itt ahogy így van a villanyoszlop, így pont a sarkát így telibe kaptam az orrába. Nem is mentem gyorsan. Ez a legrosszabb az egészben, itt szanaszét hajtogattam az orrát a kocsán. Persze jött az, hogy elmentél, mint az állat. Hol? Városon belül kell a forgalomba? 40-nel, max. 30-40 körül. Akkor legközelebb lassabban kell menni. Miért 12-vel menjek be egy körforgalomba? Az a legrosszabb, hogy pont egy héttel előtte cseréltem le a gumit rajta. Ez volt az egyetlen egy idézőjelesen balesetem. Na, mész innen? Menj már, hát ne, akkor állj már meg! Szálljak ki, szálljak ki! Ellopjuk, ellopjuk. Cheat. Az anyátokat. Szóval itt a játékban amúgy javarész csak hülyéskedek. De hát na. Meg itt nincs tét. Jaj. Ott is a hitbox, bazd meg. Hát nem fordul! Na. Mondom én, hogy mindennek rossz a hitboxa. Nem értem még hozzá. És ha el akarsz előtte fordulni? Aha. Jó van. Kezd az alakulni. Mire végig játszom a játékot, addigra rájövök. Jó, és itt mi a buktató? Szóval nem tudom, hogy kell beszállni. Hallod? Jó, nyolc! Hát azt az ajtót jól eldugtátok. Ezen az oldalon kellene elvileg beszállni, nem ott. Police. Csű anyám az a billegős. Bár mondjuk, megmondom őszintén, ez a nagy dög nem billeg annyira, mint az az előző autó, amit loptunk. Az ehhez képest, ez is billeg. De annak a felfüggesztése az valami halálian szar volt.
Ezen meg nincs fék? Nem baj, mondjuk egy nagy dög. Gyere! Ne alkofázz! Ott le kellett volna menni. Olyan gazer jó? Common sense. Ez a. Józan parasztész a csém. Azt hiányzik amúgy a játékból. Nem, tehát hogy... Az... Édes anyád, ez stopptábla volt, hát nem láttad? És... Nem már. Ó, nem! Hallod, hogy anya beszólt ezzel, mert én itt állok ezen a szaron. Szóval... Bocsánat, ezt újra kezdjük. Befejezzük, utána ennyi is volt a mai részben. Azt mondta, hogy bazaf. Oké. Csak Rozika, nem akartam tőled semmit, tehát hogy rád sem néztem, én azt a rohadt forgó kereket a levegőben néztem. Mindegy. Hát! Ez tényleg olyan volt, ami így impressza. Ennek az előzőnek legalább annyi haszna volt, hogy most már tudom, hogy elő kell beszállni ebbe a takonyba. Empire Bay-ben úgy baszakszunk, ahogy akarunk. A valóságban nem. Ennyi. Itt kell kiélni magunkat. Meg Lost Haven-ben. Mindig elfelejtem, hogy nem fog a fék ezen a valamin. Ne most állj meg! Jaj! Sokáig utáltam az ETS 2-nek az AI részét, ahogy vezetnek az autók. De minél több ilyen játékkal játszok, egyre jobban rájövök, hogy amúgy annak volt eddig tényleg a legjobb. Ott úgy... Úgy tényleg azt érzed, hogy az autók figyelnek rád. Itt, nézd meg, a rendőr kijön úgy, hogy mind a két oldalról jövünk. Tehát nincsen semmi logika a vezetésben. Jó. Szóval... Jó sok mindent mondtam ebben a részben. Na, nem baj. Majd megszokjátok. Találkozunk a következő részben. Aztán, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, meg lájkoljatok, és szóljatok hozzá. Sziasztok! Ez nem az a gomba.